UNESCO világörökség, levélben fordult a kormányhoz Korodi Attila a csíksomlyói búcsú ügyében. Nyílt levél, a kulturális fővárosi címbe kerülhet a muszájosok szerint a többnyelvű helység névtáblák hiánya Kolozsváron. Székelykapu avató. A 29. székelykaput újították fel Hargita megyében, a 120 éves portát csíkmadaras népművészeti értékeként óvják. Köszöntöm Önöket a híradóban! Az olaszországi földrengés áldozatainak megsegítését célzó intézkedés csomagot fogadott el rendkívüli ülésén a kormány. Ugyanakkor a miniszterelnök arra is figyelmeztetett, Romániának készen kell állnia egy hasonló katasztrófa esetén. Az Olaszország középső részét sújtó csaknem 300 áldozatot követelő szerda hajnali földrengésben 11 román állampolgár is életét vesztette. A kormányülésen elsősorban az áldozatok rokonai, valamint az árván maradt gyerekek megsegítéséről döntöttek, de támogatást kapnak azok a túlélők is, akik kórházi ápolásra szorulnak, vagy az utcára kerültek, miután a ház, amelyben laktak, megsemmisült. A kormányfő nem feledkezett meg azonban arról, hogy Románia és elsősorban a főváros is földrengés veszélynek kitett övezetben van. Arra kérem elsősorban a belügyminisztériumot, de a fejlesztési és közigazgatási minisztériumot is, hogy két héten belül készítsenek egy elemzést arról, Románia milyen mértékben van felkészülve arra, hogy egy hasonló katasztrófára reagáljon, és milyen intézkedésekre van még szükség ilyen téren. Az olaszországi földrengés áldozatainak emléke előtt tisztelegve Klaus Johannis államfő az olasz nagykövetségen írt is a részvétnyilvánítási könyvbe. Berlinbe utazik szeptember 9-én Klaus Johannis államfő, hogy Angela Merkel német kancellárral az Európai Unió jövőjéről tárgyaljon. A német kancellár az Európai Tanács szeptember 16-ai nem hivatalos pozsonyi ülése előtt több uniós állam elnökével és miniszterelnökével tárgyal az unió lehetőségeiről, a szükséges reformok elvégzéséről azok után, hogy Nagy-Britannia népszavazáson a kilépésre voksolt. A kormányhoz fordult Korodi Attila csíkszéki RMDSZ-es képviselő a csíksomlyói búcsú UNESCO tagsága kapcsán. Az elmúlt hetekben elterjedt ugyanis annak a híre, hogy a kormány visszavonná a csíksomlyói búcsú felterjesztését az UNESCO szellemi kulturális világörökség listájáról. A csíksomlyói búcsú felvételét az UNESCO szellemi világörökség listájára Kelemen Hunor kulturális miniszteri mandátuma idején kezdeményezték. Azóta az UNESCO szakbizottságai kedvezően véleményezték a kérelmet, már csak a közgyűlésnek kell róla szavazni a novemberben. Ezzel szemben kiszivárgott, hogy a kormány visszavonná a jelölést. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a Politika belülről című műsorunkban azt mondta, tudomása szerint a külügy gördített akadályokat az ügyeli. Hozzátette, találkozott Corinna Stutteo kulturális miniszterrel, és úgy érzi, sikerült meggyőznie. Ugyanakkor figyelmeztette arra, hogy amennyiben visszavonják a kérelmet, az óriási botrányt jelentene. Teljesen megalapozatlanul egy ilyen lépést megtenni, hihetetlenül rossz vért szül. Én azt is elmondtam neki, hogy ez egyértelműen arról szól az én olvasatomban, hogy a külügyminisztériumban valakik, vagy a kormányban valakik, vagy valahonnan valakik úgy döntöttek, hogy egy olyan dosszié, amely a magyar kulturális örökség része a római katolikus valláshoz kapcsolódik, az nem bírja a román kormány, a román állam támogatását. Az RMDSZ azonban úgy döntött, az informális találkozásokon túl hivatalosan is magyarázatot kér a kormánytól. Az átiratot Korodi Attila csíkszéki képviselő nyújtotta be. Románia bevállalt évekkel ezelőtt Kelemen Hunor koordinálásában, hogy a kegyhely zarándoklat kerüljön fel az UNESCO világörökség listájára, és hogyha valaki ez ellen lépik, akkor amikor szakbizottsági üléseken is átment az UNESCO keretén belül ez a javaslat, akkor azt gondolom, hogy ezt vállalja emelszővel, jöjjön ki nyilvánosság elé, és magyarázza el, miért tenne egy ilyet. A levél zárásaként Korodi elmondta, Románia Európában multikulturális államként határozza meg magát, a csíksomlyói búcsú felkerülése az UNESCO szellemi kulturális világörökség listájára pedig pontosan egy olyan elem, amellyel tényleg Európa szerte büszkélkedhetne.
tömeges taktoborzásba kezdett a parlamenti pártok soraiban a szélsőségesen nacionalista, magyar gyűlöletre szakosodott Egységes Románia párt, a volt PSZD-s képviselő Bogdan Diakónu által alapított politikai alakulat azokat a képviselőket célozta meg, akik valamilyen oknál fogva elégedetlenek saját pártjukkal. Két hét alatt 8 honatját, 2 szenátort és 6 képviselőt vonzott át soraiba. 4-en a Szociáldemokrata pártot, 3-an a Népi Mozgalom pártját, egyikük pedig a Nemzeti Demokrata pártot hagyta ott a PRU kedvéért. Bogdan Diakónu azzal hencegett egy Facebook bejegyzésben, hogy hamarosan Viktor Ponta volt miniszterelnököt is várják soraiba. Az eddigi közvéleménykutatások szerint a PRU nem számíthat arra, hogy a parlamenti választásokon teljesíti az 5%-os küszöböt. Nyílt levelet írt Emil Boknak a Muszáj-Muszáj akciócsoport. Arra figyelmezteti Kolozsvár polgármesterét, hogy a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezésének elmulasztása a Kincses Város Európa Kulturális Fővárosi címébe kerülhet. Attól tartunk, hogy önveszélybe sodorva a pályázat sikerességét már makacságból sem akarja kihelyezni a többnyelvű táblákat, miközben köztudottan úgy a románok, mint a magyarok természetesnek, a törvény pedig kötelezőnek tartják a 2 esetleg 3 nyelvű hivatalos helységnévtáblák kihelyezését. Többek közt ez áll abban a nyílt levélben, amelyet a Muszáj-Muszáj akciócsoport küldött Emil Bok polgármesternek. Úgy gondoljuk, hogy Nagybánya és Temesvár miután már rendelkezik, vagy legalábbis elrendelték a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését, mint ellenjelölt kandidáns városa az Európai Kulturális Főváros címre, akár előnyre tehetnek szert ebben a versenyben is Kolozsvár. Attól tartunk, hogy akár emiatt elbukhatná a Kulturális Főváros cím elnyerését. Erre hívtuk fel a figyelmét a polgármester úrnak, hogy tegye meg ő is ezt a lépést. A Muszáj-Muszáj csapata többszöri figyelmeztető akciója mellett márciusban hivatalos meghallgatást is kért a többnyelvű várostáblák ügyében a polgármestertől, de sikertelenül. Stábunk e-mailben kereste meg a városvezető kabinetjét, amelyben arra kértük, hogy véleményezze a nyílt levélben megfogalmazottakat. Egy friss közvéleménykutatás szerint egyébként a kolozsváriak relatív többsége támogatja a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését, csupán 1/4 ellenzi. Jelentős mértékben 5% ponttal, azaz majdnem harmadával csökkent a rosszul teljesítő hitelek aránya az első fél évben Romániában. Az Járul Financiár elemzése szerint ez az arány jelenleg 11,3%-os, amely már megközelíti a Román Nemzeti Bank által ajánlott 10%-os szintet. Elemzők szerint évvégéig akár 10% alá is csökkenhet a mutató. A rosszul teljesítő hitelek aránya a 2008-as nemzetközi gazdasági válság kitörése után 25%-ra ugrott, elsősorban a késedelemmel fizető vagy nem fizető jogi személyek miatt. A kereskedelmi bankok tavaly mintegy 2 milliárd euró értékű rosszul teljesítő hiteltől tisztították meg mérlegüket. Száműzni a bürokráciát a romániai oktatásból az Ampér Egyesület. Ezt a tanügy digitalizálásával próbálják kivitelezni. A kezdeményezésből törvénytervezet lett. Órákat töltenek a tanügyi alkalmazottak a papírmunkával. Rengeteg időt vesz fel a személyi adatlapok átvétele, lejegyzése és tárolása. Kézzel írnak a naplóba, és minden diáknak egyenként számolják a féléves és éves átlagát, holott ez elektronikusan jóval megkönnyíteni a feladatot. Az Ampér Egyesület által megrendelt tanulmányból az derül ki, hogy uniós szinten a romániai oktatási rendszer az egyik legkevésbé digitalizált. Mindent digitalizálni szeretnénk, úgy, hogy ennek törvényes háttere is legyen. Ezzel a pedagógusok több ezer órát spórolhatnának meg, hiszen elektronikus úton minden eddigi feladat sokkal gyorsabban lebonyolítható. Gondoljunk csak a tanulmányi átlagra. Elektronikus változatban automatikusan kiszámolható és szükség esetén ki is nyomtatható. Az Egyesület kezdeményezését Florin Bújkó Maros megyei parlamenti képviselő karolta fel. A szeptember 1-én kezdődő parlamenti ülésszakban a tervezet a törvényhozási pályára áll, és remélem, hogy a közösség felől érkező jó tervezetből jogszabály is lesz. Ezáltal csökkentjük a bürokráciát, és bár a román társadalom nincs még felkészülve a papíralapú oklevelek eltörlésére, nem is ez a szándék, de lehetőséget ad az iskoláknak tevékenységük hatékonyabbá tételére. Bújkó hozzátette, a törvénytervezetnek 2 előnye is van. Nem kell alkalmazási normákat hozzáfűzni, és nem kötelező jellegű, azaz csak azokban az oktatási intézményekben alkalmaznák, amelyeknek az igazgató tanácsa erre igényt tart.
Most már biztos, ősszel elindul a CNC esztergályos képzés a Székelyudvarhelyi Bányai János szakközépiskolában. Az intézmény nemrég a helyi önkormányzattól, valamint Hargita megye tanácsától is kapott pénzösszegeket a taneszközök beszerzésére. A fémiparban egyébként jelentős a szakember hiány a városban. A Bányai János szakközépiskola mintegy 90 ezer lejt költhet egy CNC marógép megvásárlására, amely feltétlenül szükséges az ősszel induló műszaki osztály elindításához. Nagyon-nagyon fogom figyelni erre az osztályra, és mindent megteszünk, hogy tanulhassanak, és gyakorlatban is tanulják meg azt, amit kell. A fémiparban érdekelt udvarai és környékbeli vállalkozók többször jelezték, hogy jelentős a szakember hiány, pedig a jó szakmunkás több mint 2000 lejt is kereshet havonta. A jelenleg dolgozó szakemberek átlag életkora 48 és 50 év között van, a lassan nyugdíjba vonulókat pedig pótolni kell, mondják a fémiparban érdekelt vállalkozók. Meg lehet venni a legjobb szerszámgépet, meg lehet építeni a legszebb gyárat, de szakember nélkül halott az egész. És nagyon örvendek, hogy végül is a politikusokat is, meg az oktatásbélieket is meg tudtam győzni a felől, hogy ebbe az irányba lépni kell. A szomorúbb történet az, hogy tizenvalamennyi esztendeje udvarhelyen nincsen szakember, tehát fémipari szakemberképzés, és most már ez nagyon-nagyon rányomta a bélyegét a jelenlegi cégekre is. A Bányai János szakközépiskolában induló CNC gépkezelő középiskolai osztályban legtöbb 28 diák kaphat helyet. A 29. székelykaput újították fel a Hargita megyéért Egyesület és Hargita megye tanácsa közös kapufelújítási programja keretében. A 120 éves csíkmadarasi székelykapu átadásakor a kivitelezésben érintett felek egyezményt írtak alá. Nem mindennapi eseménynek a szemtanúja a csíkmadarasi 688-as porta székelykapuja. Épp egyezmény köttetik Juhász Ferenc tulajdonos, Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága, Csíkmadaras helyi tanácsa és Hargita megye tanácsa között. A támogatás haszonélvezője vállalta, hogy a 120 éves kaput Csíkmadaras építészeti és népművészeti értékeként védi és óvja. Az avatási ünnepségen az ilyen kezdeményezések fontosságát hangsúlyozta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Amikor ezeket a jelképeket, szimbólumokat megerősítjük, akkor mind azt próbáljuk igazolni, illetve világnak és önmagunknak, ez a legfontosabb, önmagunknak is megmutatni, hogy büszkék vagyunk az identitásunkra, büszkék vagyunk székely, magyar mi voltunkra, és mi szeretnénk kitartani ezen a vidéken. A Hargita megyei tanács elnöke elmondta, a székelykapus mozgalom több alapon áll, a madarasi kapura a helyiek büszkék lehetnek, amely itthonmaradásra és cselekvésre kell, hogy késztesse őket. Mindig alapozzuk meg a tetteinket, és olyan biztos kőre tegyük alapokra, amit nem lehet később elvitatni. És a székelykapus mozgalom ilyen. Az avatási ceremónia részeként a faragómester egy pálinkával meglocsolt virágcsokrot kötött fel a kapu tetején található keresztre. 9 bemutatót tart a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata az új színházi évben. A 72. évadban komédiát, tragédiát, musicalt és ifjúsági előadást is bemutatnak. Már a bérleteket is meg lehet vásárolni a színház jegyirodájában. Évadnyitó társulati ülésre gyűltek össze a Tompa Miklós társulat tagjai a színház előcsarnokában. A művészeti vezetés a 2016-2017-es évadot ismertette. Shakespeare, Dürrenmatt, Jon Fosse, Székely Csaba, csak néhány név a szerzők közül, akik darabjait bemutatják. Klasszikus és kortárs drámák egyaránt színpadra kerülnek. Vannak a visszatérő rendezőnk, ugye Rádu Áfrim, ő már a harmadik meglepetés előadását fogja rendezni. Eddig hihetetlen csodálatos sikereket értünk el az általa rendezett előadásokkal. Mohácsi János visszatér, természetesen a szilveszteri bemutatónk, mint minden évben, az valami nagy operett vagy musical. Ebben az évadban a Chicagót mutatjuk be. Az új évad első bemutatóját szeptember 16-án tartják. Az Olprin Joachim csodálatos utazása című előadást a Nagytermi stúdiótérben láthatja majd a nagy érdemű. A legelső bemutatónk a Halmas Béla szövegből készült, Mezei Kinga rendezésében. Hát igazából itt egy kiváló, gyönyörű, szép feladatom van. A főkormányzót fogom
eljátszani, vagy legalábbis megpróbálom a magamévá tenni. Egy izgalmas munka folyamat közepén vége fele tartunk, bízom abban, hogy a közönség is nagyon szeretni fogja. A bérlet és jegyárak változatlanok maradtak, a társulat összetételében is csak egy változás történt. Néhány év kihagyás után ismét a társulat tagja Kovács Boton színművész. A vásárhelyiek előadásait többek között a székelyudvarhelyi, temesvári, bukaresti, kolozsvári és budapesti közönség is láthatja majd különböző fesztiválok, vendégelőadások keretében. Készülnek a focisták a 2018-as VB selejtezőre, sporthírek következnek. Fennakadt a dopingvizsgálaton Gabriel Szönkrajan, a riói olimpián bronzérmet szerzett kolozsvári súlyemelő. A hírt a román közszolgálati televízió közölte, a sportoló azonban tagadta a vádat. Elmondása szerint nem kapott hivatalos értesítést, csupán közölték vele, hogy szervezetében túl alacsony az epitesztoszteron szint. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak. Amennyiben az információ igaznak bizonyul, a 85 kg-os súlycsoportban versenyző súlyemelőtől elveszik az olimpiai érmet, a Román Olimpiai Bizottság pedig pénzbüntetésre számíthat. 2-0-ra vezetett, mégis kikapott a marosvásárhelyi ASEA labdarúgó csapata. Az első liga 6. fordulójának utolsó mérkőzésén a marosvásárhelyiek Botosányban léptek pályára. Zikó és Matej góljával vezetéshez jutottak, végül 4-2-re kikaptak. Az ASEA sorozatban 6. mérkőzését is elveszítette, és mínusz 6 ponttal az utolsó előtti helyen áll a tabellán. Készülnek a román labdarúgók a 2018-as világbajnoki selejtezőre. Románia vasárnap Montenegró ellen játszik. Mogosváján tartotta az első összetartót a román labdarúgó válogatott, amely immár az új stábbal készül a világbajnoki selejtezőre. Christoph Daum egy nyílt edzést vezényelt le a fiúknak, akik figyelemmel követték a német szakember utasításait. Románia az E csoportba került, Montenegró, Lengyelország, Dánia, Örményország és Kazasztán lesz az ellenfél. A nagykárai születésű, magyar felmenőkkel rendelkező román válogatott Erik Bigfalvi az erőviszonyokról beszélt. Úgy gondolom, hogy Lengyelország és Dánia nagy nevű játékosokkal rendelkezik. Olyan labdarúgókról van szó, akik erős európai csapatoknál fociznak. De láthattuk az Európa bajnokságon is, hogy a kis csapatok is okoznak meglepetést. Például Izland is legyőzte Angliát. Románia hazai pályán kezdi meg a VB selejtezőt, és az első ellenfele Montenegró lesz. A találkozóra vasárnap este 21 óra 45 perckor kerül sor Kolozsváron. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!